Itt vagyunk a próbatermünknél, ma egy zenekari próbát fogunk tartani a srácokkal, a táncos turnéra készülünk. Ott tartunk most, hogy már elindult a jegyértékesítés a turnéra, tök izgalmas, én óránként frissítgettem a jegyállásokat, zeneileg pedig már mostanra összeállt nagyjából a műsor, és már abban a fázisban vagyunk a zenekarra, hogy körbe-körbe játsszuk a dalokat, hogy minél inkább kézben legyenek, igen. Elképesztően várjuk ezt az egész folyamatot, mert ugye talán azt már tudjátok, hogy a Viki január óta készül, és tulajdonképpen mi is zeneileg készülünk, már az év eleje óta Bálynak nagyon sok munkája van abban, hogy áthangszerelte a dalokat. Ez egy tök izgalmas feladat volt, és nagyon élvezem csinálni, és tök jó volt látni, amikor ezek így életre keltek, amikor a Szegeden én is megnézhettem a próba folyamatot, és láthattam azt, hogy miket találtak ki erre a Czár Gergely, meg hát a táncosok. Mindig szerettük magunkat kihívások elé állítani. Ugye korábban is tartottunk már szimfonikus turnét, ahol ugye szimfonikus zenekarra kiegészülve lettek a dalok egy kicsit áthangszerelve, és igazából talán ez egy nagyon jó lehetőség arra, egyrészt nyilván a tánc mellett, a Vikinek a kibontakozása mellett mi is talán egy új arcunkat tudjuk megmutatni, és esetleg nem biztos, hogy olyan emberek eljönnek, akik eddig nem hallgattak minket, de akik szeretik a zenénket, talán nekik ez egy új színfolt lehet, egy üde színfolt. Nemrég megjelent egy 4 dalos EP-nk, erről például az összes dalt hallhatjátok majd, 3-an is fogunk külön zenélni, lesz egy kis akusztikus blokkunk, emellett meg ugye az áthangszerelt dalokat is hallhatjátok majd. Műsoron lesznek a régebbi közönség kedvenc dalaink is, játszani fogjuk az Esőt, a Nem voltál jót is, visszakerült a setlistbe pár olyan dal is, amiket ritkábban játszunk, például a Csendet nagyon sokan kértétek, és nekünk is hiányzott egy kicsit a műsorból, és úgy érzem, hogy ezeken a helyszíneken nagyon szépen fog megszólalni, szóval lesz a Csend is, és még pár meglepetés. Jövőre lesz ugye 10 éves a zenekar, nagyon sok mindennel készülünk, ezt a táncos turnét is felhúzhatjuk már erre a láncolatra, hogy egy ilyen közös ünneplésre invitáljuk a közönségünket, titeket, gyertek el, igazából több olyan dalt is hallhattok már ebben a műsorban, ami már az 5. lemeznek az anyaga is többek között, szóval tartsunk egy ilyen össznépi összeborulást és ünneplést, és élvezzétek, amit nektek csináltunk. Azt hiszem,